Jó napot kívánok! Ez itt a vidékünk, Bartus Bella vagyok. A mese nem csak a gyermekeké, Vallyák Topolyán, ahol első alkalommal szerveztek mesekocsmát. Az érdeklődők batyuban hozták az ételt és az italt, a magyarországi és vajdasági mesemondók pedig a kiüresedett batyukat mesével és jókedvel töltötték meg. De hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tengeren is túl, az Üveghegyeken is túl, de még Eni bácsi Kásahegyén is túl. Első alkalommal hívták a vajdasági, mesére éhes közönséget mesekocsmába Topolyán. A népmese korábban a falusi közösségekben a felnőttek szórakoztatását szolgálta, manapság mégis elsősorban a gyermekeknek szánják. Erre rácáfolva kezdtek újra életre kelni Kárpát-medence szerte a felnőtt mesemondókörök. Régen a falu mesemondója általában a közönség aktuális hangulata és saját kedve szerint mondta el történeteit. Nincs ez másként a mostani mesekocsmákban sem. Mostanában tényleg eljutottunk a kicsi gyermektől, a pici óvodástól, a felnőtt korosztályig bárkinek tudok mesélni, meg vagy kinek ilyen meséket mesél természetesen az ember. Sokszor egy mesemondó alkalom megkérdezik, hogy mit fogok mesélni, nem tudom. És ezt tényleg úgy ránézek a közönségre, és akkor úgy látja az ember, hogy itt most ez a mese ez megáll, a másik mese lehet, hogy éppen nem tudna működni, nem úgy működne. A magyar népmesekincs hatalmas. Vajdaságban több száz népmesét jegyeztek le az elmúlt évek alatt. A bácskai falvak közül azonban jóval több településről ismerünk meséket. Volt neki egy kántora, de az sose eresztette a pénznek a közelébe. Az még a perserek is mondta, csak a rúdnak a végét fogja, majd a túlsó végét azt szépen kiüljük. A mesék többségét a 60-as, 70-es években gyűjtötték. Több településen, például Zentán, Kishegyesen, Horgoson, Szabadkán vagy Topolyán napjainkban is rendszeresen szerveznek népmesemondó versenyeket. Szerencsére a magyar népmeséket megőrizték nekünk, nem csak a néprajzosok, hanem a folklór mozgalom is. Egyre népszerűbbé válik. Ugye azt szoktam el kihangsúlyozni, hogy addig, míg a táncház mozgalom most már egy 50 éves múltra tekint vissza, ez a népmesemondó mozgalom, ez egy ilyen 15 éves múltra tekinthet vissza, tehát akkor kezdték el visszatanítani ezt a mesemondást. Többek között Rafai Jutka, ugye, aki ide valósi erre a vidékre, és azt látjuk, hogy egyre népszerűbbé válnak, és különösen annak nagyon örülünk, hogy felnőttek körében is egy népszerű szórakozási mód, egy ilyen meseest vagy mesekocsma, és megtelnek ezek a rendezvények látogatókkal. A vajdasági és a magyarországi mesemondók között szoros a kapcsolat. Gyakran látogatnak el egymáshoz, ilyenkor a mesepárbajok mellett szakmai beszélgetésekre is sor kerül, mint például a magyar élőszavas mesemondás vajdasági és magyarországi helyzete. De így született meg a Topolyán megtartott mesekocsma ötlete is, amely a Helyi Művelődési Ház és a Magyarországi Bergendóc Szociális Szövetkezet szervezésében valósult meg. Nagyon szívesen szeretnék megkóstoltatni a közönséggel a mesekocsma ízét, zamatát, és ha tetszik nekik, akkor nagyon szívesen jövünk. Hívjanak, s mi jövünk. Ennyi, nem biztos, hogy össze tudunk jönni, de akár 2-3 mesemondó is nagyon jó hangulatot teremteni, főleg ha egy zenészt maga mellé fogad. Mi úgy szoktuk hívni, hogy ők a mesedalnokaink, és a mesedalnokokkal együtt egy fantasztikus szórakoztató estét tudunk kínálni. A mesekocsmából mindenki jókedvel tért haza, ezért a Topolyai Művelődési Ház a jövőben még több mesés estet szeretne szervezni, ahol a közösség amellett, hogy jól érezheti magát, a magyar népmesék világával is megismerkedhet. A nagybecskereki középiskola magyar nyelvű oktatásának megmaradásához jelentősen hozzájárul az Emmaus fiú kollégium, illetve a Szatmári Karolina kollégium is. Azoknak a környéken élő fiataloknak adnak elsősorban otthont, akik nem tudják megoldani a mindennapi utazást. De Vajdaság más településeiről is fogadnak diákokat. A Bánáti Katolikus Kollégiumok életében jelentős eseménynek számít a szalagavatóbál, amelyet 8 évvel ezelőtt szerveztek először. A középbánsági magyar lakosságot érzékenyen érintette a múlt század 90-es éveiben dúló délszláv testvérháború. Sok fiatal magyar család hagyta el az országot. A települések nemzeti összetételének aránya is megváltozott.
az iskolákban évről évre csökkent a magyarul tanulók száma. Ez megkérdőjelezte a nagybecskereki középiskolában létező magyar osztályok fennmaradását. A diákok utaztatását sok szülő nem tudta megoldani. Ezért, hogy meg tudják tartani a magyar osztályokat, megépítették az Emmaus fiú kollégiumot, ami 2002-ben nyílt meg anyaországi támogatással. Sok mindent megtanultam a kollégiumi éveim alatt, és lelkiekben erősödtem, úgy, ahogy nőttem is vele együtt, nagyon jó a társaság, minden. Sajnálattal bírom közölni, hogy most már itt kell hagyni ugye a kollégiumot. Nagyon, ez a 4 év az életemben nagyon szuper volt. Ha bírnék, még maradnák, lehet, hogy fogok is, lehet, hogy nem. Ez már a Szatmári Karolina kollégium. A nagybecskereki Boldogasszony iskola nővérek által fenntartott lány kollégium 1995-től fogadja a továbbtanulókat. Elsősorban a bánáti szorványból érkező, középiskolában vagy felsőoktatásban tanuló magyar lányoknak ad otthont, és egyben biztosítja számukra a magyar környezetben való növekedés lehetőségét. Jelentős szerepe van a nagybecskereki középiskolai magyar oktatás megmaradásában. Amit kaptam ettől a kollégiumtól, az igazából a szeretet. Megtanultuk valójában mi is az a közösség és a szeretet, és hát sok jó emberrel ismerkedhettem itten meg, és sok új barátokat szerezhettem. És én nagyon hálás vagyok, hogy ebben a kollégiumban lehettem, vagyis lehetek még. És hát biztos, hogy hiányozni fog ez a kollégium, mivel sok jót kaptunk, mint a nevelőktől, mint a Julianna nővértől is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy részese lehettem a kollégiumnak. A kollégiumokba a fiatalok gyermekként érkeznek, és már felnőttként hagyják el. A nevelőik igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy az innen kikerült növendékek megállják a helyüket. Én teljesen meg vagyok elégedve, és azt tudom mondani, hogy látszott a fejlődés első osztálytól kezdve, hogy itt voltak, és most, ahogy fejezik a negyedik osztályt, mert ugye minden az öten 4 éves szakon vannak, és bízom benne, hogy a jövőben az életük folyamán találékonyak, és ugye mivel hogy az önállóságot itt megtanulták, akkor helyt tudnak állni, bárhol lesznek. A szalagavató bál hagyományát 2016-ban sikerült újraéleszteni a bánáti katolikus kollégiumokban. Ez búcsú és a felnőtté válás ünneplése is egyben. A fiatalok sokat készülnek erre az alkalomra. Óriási munka van. Munka előzte meg ezt a fölkészülést. Hónapok ezelőtt már elkezdték a lányok a táncot tanulni, ruhapróba, stb. Úgyhogy nagyon sok lemondás van. De lelkesen csinálták, örömmel csinálják, és hát ez minket is, munkásokat is eltölt, ilyen biztonságot ad, hogy igen, ezt folytatni kell a jövőbe, és egy nagyon szép ünnepség, amit kár lenne hagyni, kiveszni. A kollégiumok a szünidők alatt az ifjúság számára különböző képzéseket, találkozókat, lelki gyakorlatokat szerveznek. Vezetőik óriási gondot fordítanak a bentlakók nevelésére, a diákok tanulmány eredményeinek állandó ellenőrzésére, hiszen működésük hozzájárul ahhoz, hogy megmaradhasson a magyar nyelvű középiskolai oktatás Nagybecskereken. A farsangi időszakot hagyományosan vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. Tótfaluban lovas farsanggal búcsúztatják a telet, melynek elengedhetetlen része a lósiratás nevű paródia játék is. A falut járják a lovasok Tótfaluban, jelezvén a farsangot őseik hagyományához híven. Régen vízkeresztül hamvazó szerdáig jutott idő a szórakozásra, hiszen télen kevesebb dolgok akadt a falusi embereknek, megvolt hát mindennek az ideje és a rendje. Eljöttünk a barátnémmel a póniába, én lovagoltam a felvonuláson, meg lovagoltattunk a pónival. Igazából nagyon jó volt, kaptunk fánkat is, jó a hangulat is. Nagyon sok ló volt, és nagyon szépen lehetett is lovagolni, voltak ügyességi versenyek, meg a kicsik is élvezték a lovagoltatást, volt ének, meg minden.
A legtöbb helyen ebben az időszakban a laktató ételeké a főszerep, hiszen a néphiedelem szerint így lesz jó a termés, az állatok pedig kövérre híznak. A farsangi időszak jellegzetes finomságát, a fánkot többféle ízben is megkóstolhatták a farsangolók. A közönséget emellett muzsika szóval és lovas ügyességi játékokkal is szórakoztatták. Vajdaság egész területéről érkeznek ide lovasok, hogy együtt szórakozzanak, próbálják ki magukat az ügyességi pályán. Ő a lovam Donka, 3 éve van nálunk, ő egy 8 éves amerikai foltos ló. A pályáról nem volt nehéz, csak minden új volt, és hát nagyon ki akart jönni a pályáról, tehát hogy nem igazán hallgatott rám, ahogy meg szerettem volna állítani itt. És ez, csak ez a kapu volt számomra nehéz, többi az könnyű volt. Más településeken bőgő temetést tartanak, Tótfaluban viszont lósiratást rendeznek. A dolgos mindennapok segítőtársától, a lótól sajátos módon búcsúztak el a Tisza mentén élők. A lósiratás olyan néphagyomány, amely egykor szorosan kötődött ehhez a vidékhez. Ha megöregszik, nincsen becsülete. Üdig varik hajtját, forgácsa tápláját. A lovak ugyanis szerves részei voltak az itt élő emberek mindennapjainak. Farsangvégi elsiratásuk pedig a húsvéti nagybőjtel járó szűkösebb napokra való felkészülést jelképezte. Népdal jellegű dal, gondolom egy átírt szöveggel, ami a lónak az életéről szól, hogy hát egész életében dolgozik, és aztán végül nincsen semmilyen becsülete, és áttemetik. És akkor vannak is iratóasszonyok, én például a kántor szeretit játszom, és akkor elénekelem azt a dalt, a kántoros stílusban mind a temetésen van, de itt ez meg fogják majd gyújtani a lovat. A lovas farsangot 3. alkalommal szervezte meg az Almás Vasderes Hagyományápoló Egyesület azzal a céllal, hogy a régi szokások, hagyományok ne merüljenek feledésbe. A farsangi ünnepségét, a télbúcsúztatót idén harmadszorra szervezte meg az Egyesület. Fontosnak tartjuk ezt, hogy tovább vigyük, és tovább adjuk a kisgyerekeknek azt, amit mi kaptunk a nagyszüleinktől. Ezt megmutatták nekünk ennek a hagyományát, és meséltek róla, és azt átéltük együtt, hogy ezt talán a mai kisgyerekek is, hogyha felnőnek, akkor utána ők is tovább tudják majd adni ezt a hagyományt. Télűzőként a kiszebábot is elégették a résztvevők, mert úgy tartják, hogy az azt körül ölelő tűz melegséget hoz magával, és megszabadítja az embereket minden bajtól. A hagyományok szerint régen a disznóvágások ideje Szent András napján, vagyis november 30-án kezdődött, és egészen a farsangi időszak végéig, azaz torkos csütörtökig tartott. Ezeket a hagyományokat elevenítették fel Horgoson, ahol immár 3. éve szervezik meg a torkos szombat elnevezésű hagyományos disznótort. Az eseménynek jótékonysági célja is van, a bevételből az egyházat támogatják. Orjára bontják a disznót. A hagyományos disznóvágás mindig is elengedhetetlen része volt a magyar vidék kultúrájának. A közösséget összekovácsolta, az ebből nyert hús pedig biztosította a családok számára az egész éves hús- és zsiradékkészletet. Nyersbőrt kaptam, ami nagyon finom, az egyik disznóvágásnak a legfinomabb része. Régi szokás szerint ilyenkor megpörkölik a disznóbőrét, majd sózva fogyasztják. Gyerekkorban úgy zajlott a disznóvágás, hogy az összes rokon ott volt, tehát nagynénik, nagybácsik, nagyszülők, az unokák, és akkor ez nekünk volt a gyerekeknek, annak idején gyerek voltam, a legérdekesebb. Mert oda mentünk, akkor bőrt, meg ilyen finomságokat kaphattunk, ami nagyon finom volt, csak a végén már a szülők mérgesek voltak, mert töpörtű sütésnél így bőr nélkül maradt a töpörtű. A hagyományos falusi disznóvágáson fontos a disznótoros reggeli. Az aranybornára pirult hagymára kerül rá a vér, majd ízlés szerint sózzák, borsozzák. A sütvér az egy előfőzéssel kezdődik, ez egyik legnépszerűbb étel, mivel nagyon ritkán lehet hozzájutni. A vér megabáljuk sós vízben, ez kap egy alapízesítést, és utána pedig hagymát dinsztelünk, rárakjuk a vért, borsozzuk, és összeforgatjuk. A lényeg az, hogy nagyon figyeljünk oda, mert elég érzékeny étel, de mint látják,
ez a legnépszerűbb, nem győzünk belőle eleget készíteni. Itt pedig már jó ízűen fogyasztják a reggelit. Idén 3 disznót dolgoztak fel a különböző falatok elkészítéséhez. Horgosiak vagyunk, és akkor tavaly lemaradtunk, de az idén már úgy csináltuk, hogy nem maradjunk le, és akkor kijöttünk korábban. De nagyon finom minden, és nagyon szuper a hangulat is. A hagyományos disznótorokat régen a hideg idő beköszöntével, azaz a november végi Szent Andrástól egészen a torkos csütörtökig tartották. A családtagokon kívül a rokonok, barátok is részt vettek benne, akiknek a házigazda a soron következő disznóvágáskor visszasegítette a kapott segítséget. A falusi vidék az szerintem még a mai fiatalok számára, én úgy gondolom, hogy 50-50%. Egy része tudja, másik része már csak sajnos az internetről látja, hogy hogy is működik egy disznóvágás, de készült egy falusi pályázat, vagyis egy disznóvágásos pályázat, úgyhogy rajzokból a gyerekek számára. Hát 50-50% az is, azt mondom, hogy nem mindegyik tudja elképzelni, hogy hogy működik egy falusi. Vannak akik ilyen tanyavidéken, meg arra kijebb laknak, meg a családban még működik a disznóvágás, azok meg tudják rajzolni, le tudják rajzolni szépen. A torkos szombatot immár 3. alkalommal rendezték meg a településen. A közösségépítő programmal szeretnék feleleveníteni a régi hagyományokat, illetve összehozni a falu lakosságát. Mindemellett jótékonysági célt is szolgál. Ez a rendezvény igazából az egyház köré épült, és ennek az összegnek igazából a bevételét az egyház javára fordítjuk. Itt az egyház vezetője dönti el igazából arra, mire van a legnagyobb igénye a közösségnek, mi az, amire fel tudják használni ezt a pénzösszeget. Az előző években harmóniumot tudtak vásárolni, a tavalyi évben pedig a kültéri padokat tudták elkészíteni, felújítani. Azt hiszem, hogy mindenki ki tudja használni ezeket a dolgokat, melyek készülnek. Évről évre egyre többen vesznek részt ezen az eseményen. Ezért a szervezők a jövőben is szeretnék tovább vinni a torkos szombat hagyományát, megtartva annak jótékonysági jellegét is.